Dúró Dórának, a mi hazánk képviselőjének adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Idén januárban olyan dolog történt, amire évtizedek óta nem volt példa. 20%-kal csökkent a születésszám az előző év azonos időszakához képest, és ami még ennél is aggasztóbb, hogy a termékenység is visszaesett, amire 2011 óta nem volt példa. Tóth G. Csaba, a KRTK Közgazdaságtudományi Intézet kutatója felhívja a figyelmet arra, hogy erre a drasztikus visszaesésre éppen 9 hónappal azt követően kerül sor, hogy a Covid-oltások tömegessé váltak Magyarországon. Egyedül a Mi Hazánk mozgalom az, amely ellenezte a kötelezővé tételét ezeknek az oltásoknak, és most is egyedüli pártként képviseljük az őszinte szembenézés politikáját, holott az állam feladata lenne kivizsgálni azt, hogy ez a brutális visszaesés összefüggésben áll-e ezzel a tényezővel. De nem csak...